Kedves nézőink, mai alkalommal Jézus gyógyításai közül talán az egyik leghíresebbet, legismertebbet fogjuk áttekinteni, ez pedig a kapernaumi százados szolgájának a meggyógyítása. Ez a történet két helyen található meg a Bibliában. Az egyik előfordulása a Lukács evangélium a 7. fejezetének az első 10 verse, ezt fogjuk most felolvasni és alapnak tekinteni. A másik hely pedig Máté evangélium a 8. fejezetének az 5-től a 10. versig terjedő részlete, ez tehát szemmel láthatóan rövidebb feljegyzés, de majd erre is hivatkozni fogok. A két leírás kiegészíti egymást, tehát érdemes mind a kettőt majd megemlítenünk. Olvassuk el először magát a történetet, Lukács evangélium a 7. fejezetéből az első 10 verset. Így olvasom. Mikor pedig mindenő beszédeit a nép hallatára elvégezte, bement Kapernaumba. Egy századosnak szolgája pedig, aki annál nagy becsületben volt, igen rosszul lévén, már halófélben volt. Az pedig, mikor hallott Jézus felől, hozzáküldte a zsidók véneit, kérvén őt, hogy jöjjön el és gyógyítsa meg az ő szolgáját. Azok pedig Jézushoz menvén igen kérték őt mondván, méltó, hogy megtedné ki. Mert szereti a mi nemzetünket, és a zsinagógát is ő építette nékünk. Jézus tehát elment velük. Mikor azonban már nem messze volt a háztól, eléje küldte a százados néhány jó barátját, üzenvén néki. Uram, ne fárazd magad, mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Amiért is magamat se tartottam érdemesnek arra, hogy hozzád menjek, hanem csak szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalom alá vetett ember vagyok, és vitézek vannak alattam. És ha az egyiknek azt mondom, eredj el, elmegy, vagy a másiknak jövel, eljő, és ha a szolgámnak szólok, tedd ezt, azt teszi. Jézus pedig ezeket hallván elcsodálkozott ő rajta, és hátrafordulván mondta az őt követő sokaságnak, mondom néktek, ilyen hitet Izraelben sem találtam. És a küldöttek visszatérvén a házhoz, a beteg szolgát már egészségben találták. A történet helyszíne Kapernaum, vagy más népen Kafarnaum, ez a Genezárati tó partján fekvő város Jézus működésének legfőbb színhelye volt. Jézus több csodát vitt véghez. Ebben a városban sok időt töltött itt. A főszereplője a történetnek pedig az egyik főszereplője, egy római százados, ami arra is utal, emlékeztet bennünket, hogy ebben az időben Palesztina római uralom alatt állt. Tehát a rómaiak ott voltak a zsidók hétköznapjaiban, állandóan láthatták, őket találkoztattak római katonákkal. Most nézzük meg a történet leírásából, hogy mit tudunk meg a századosról, mint emberről. Miért mondhatjuk, hogy különleges ember volt, nem egy hétköznapi római katonával van dolgunk. Leginkább abban ragadható meg ennek az embernek a különleges volta, ahogy a szolgájához viszonyult. Azt olvassuk a második, harmadik versben, egy századosnak szolgája pedig, aki annál nagy becsületben volt, igen rosszul lévén már halófélben volt. Az pedig, mikor hallott Jézus felől, hozzáküldte a zsidók véneit, kérvén őt, hogy jöjjön el, és gyógyítsa meg az ő szolgáját. A szolga tehát beteg volt, megtudjuk azt, hogy súlyos betegség volt, guta ütötten feküdt ez a szolga, ezt Máté teszi hozzá a leírásunkhoz a 8. fejezet 6. versében. A gutaütés a Biblia szóhasználatában agyvérzést jelent. Annyit hozzátehetek, hogy ez életmóddal összefüggő betegség mind a mai napig. Nem tudunk persze túl sokat ennek a hátteréről, de a szolga igen súlyos állapotban volt, már haldoklott, ahogy olvashattuk is. Tudjuk a korabeli feljegyzésekből, hogy ebben az időben a szolgákat, rabszolgákat nem tartották nagyra,
piacon adták, vették őket, tulajdonképpen beszélő szerszámoknak tartották ezeket az embereket. Jellemző volt a kegyetlen bánásmód is. Hogyan lehetséges tehát, hogy ez a római százados nem így bánt az ő szolgájával, sőt megrendítette, megdöbbentette a szolgájának a betegsége, és a gyógyulás érdekében minden követ igyekezett megmozgatni, tehát így fordult Jézushoz is. Nagy becsületben volt ez a szolga. Feltételezhetjük, hogy olyan szolgáról volt szó, aki ezt meg is érdemelte, mivel jól végezte a munkáját, hűséges volt az ő gazdájához, így kiértemelte ezt a bánásmódot is, de mindenképpen azt feltételezhetjük, hogy ez a százados egy mély gondolkodású, ember szerető valaki volt, akinek érzékeny lelki ismerete volt. Megérezte talán, hogy minden ember egyenlő? Igen, erre gondolhatunk. Meglátta az embert, az értéket ebben a szolgában. Azt is láthatjuk a történet más részeiből, hogy a zsidókat is tisztelte, zsinagógát is épített nekik az 5. vers szerint, és a zsidóknak a formai vallásossága ellenére is tiszteletet adott. Valahogy ennek ellenére, mondhatom, megértette, hogy ez a vallás magasabb rendű, mint az övé. Tisztelte tehát a zsidókat is. Ma is sok ember van, akinek a lelkiismerete nagyon érzékeny, noha nem gyakorló keresztény. A történetnek ez a mozdanata számunkra is intés, ha keresztények vagyunk, hogy ne nézzük le, ne becsüljük le a nem keresztényeket, vagy ateistákat, más vallásúakat, és köztük is lehet sok ilyen ember, mint amilyen a római százados is volt, aki noha a Bibliát talán közelről nem ismerte, mégis megértette azt, hogy a szolgája is ember, érték, egy kincs, és nem akarta elveszíteni. Azt láthatjuk a folytatásban, hogy amikor a százados Jézus felől hallott, elhatározta, hogy kapcsolatba lép vele a szolgája gyógyulása érdekében, és Jézust nyilván nagy embernek tartva, a kor szokásai szerint nem mert közvetlenül hozzáfordulni, nem akart személyesen érintkezni Jézussal, hanem követségeket küldött. Történetből kiderül az, hogy két követség is volt. Először zsidó véneket bízott meg azzal, hogy egy üzenetet hozzá vigyenek Jézushoz. Ezt olvassuk a 3. verstől kezdve, hogy ez hogyan is történt és hogy mi hangzott el. Azok pedig Jézushoz menvén, a zsidó vének, igen kérlelték őt, mondván, méltó, hogy megted néki, mert szereti a mi nemzetünket, és a zsinagógát is ő építette nékünk. Jézus tehát elment velük. Milyen érdekes megfigyelnünk itt, hogy mit hangsúlyoztak a zsidó vének, úgy mondjam, mit tettek az első helyre, méltó, hogy megted néki. Méltó. Milyen érdekes szó ez. A zsidó vének tehát úgy gondolkodtak, hogy ez a ember, ez a római katonai vezető, mivel olyan sok jót tett a nemzetüknek, és olyan jó ember, ő méltó, tehát ő megérdemli, hogy ez a gyógyulás bekövetkezzen. Jézusnak segítenie kell egy ilyen embernek. A zsidó vének tehát hangsúlyozták, hogy méltó, hogy megted néki, és ezzel indokolják, mert szereti a mi nemzetünket, és a zsinagógát is ő építette nékünk. Érdekes, hogy mit emelnek ki a zsidó vének a százados jó cselekedetei közül. Egyrészt szereti a mi nemzetünket, a zsidóknak tehát ez fontos volt, ugye ők nemzetként is működtek, a százados jó indulattal volt irántuk, zsidók iránt, ezt tehát egy nagy érdemnek tartották, a másik dolog pedig, hogy zsinagógát is építették nekik. Ez is nagy dolog volt nyilvánvalóan, hisz nem volt jellemző ebben az időben, hogy a római hatalom zsinagógákat épített volna a zsidóknak. Egyáltalán sehol nem tettek ilyet gyakran, hogy leigázott nemzetnek ilyen módon kedveskedtek volna. Ez is mutatja tehát, hogy egy különleges ember volt a százados. Régészeti feltárások egyébként megtalálták ezt a
feltételezett zsinagógát, amit Kapernaumban ez a százados épített. Tehát ez is azt mutatja, hogy a bibliai beszámoló megbízható és hiteles. Beleláthatunk ebből ezen a néhány mondaton keresztül egy gondolkodásba is. Tulajdonképpen, ahogy megnyilatkozunk, ahogy beszélünk, a gondolkodásunkra is kaput tár, hogy hogyan is gondolkodik valaki. Ezek a zsidóvének azt hangsúlyozták a századosra, hogy méltó, az érdemeit hangsúlyozták, hogy miket tett. Ők valóban őszintén mondták ezt. A zsidó vallásnak az eltorzulására is beleláthatunk ezeken a mondatokon keresztül, hisz a Biblia a kegyelembe vetett hitet tanítja. Kegyelemből tartatunk meg hitáltal. Ha jót tudunk tenni, az is az Isten ajándéka, az Isten ereje teszi lehetővé számunkra. És ezt a fajta hitet, amit a Biblia is tanít, amit az Ószövetség is tanít, sajnos a zsidóknál felváltotta az érdemekbe vetett hit. Valójában kétféle hit közül választhatott az emberiség már a kezdettől fogva. Egyrészt a saját cselekedeteinkkel szerezni engesztelést, üdvösséget, méltóvá válni az Isten előtt valamire, az üdvösségre. Egy másik lehetőség, hogy elfogadni az Isten által felkínált kegyelmet. Ez a két lehetőségünk van. A zsidó vallás sajnos erre az időre már az előbbit hangsúlyozta. Az, aki sok jót tesz, az méltóvá válik az Isten szeretetére, az irgalmasságra. Ezt a gondolkodást tükrözte tehát ez a néhány mondat, amit itt láthattunk. Jézus tehát elment velük, elindult. Úgy láthatjuk, hogy nem a föltétlen a zsidó véneknek a kérlelésére, a szavára. Jézus rögtön átlátta ezt a helyzetet, tudta, hogy olyan emberről van szó, akinek mindenképpen segítenie kell. Jézus tehát elindult. A folytatásban azt láthatjuk, hogy mintha a százados maga sem lett volna megelégedve a zsidó véneknek a szavaival, ahogy ők képviselték az ügyét, újabb követséget küld Jézus elé. Olvashatjuk a 6. verstől kezdve. Mikor azonban már nem messze volt a háztól, eléje küldötte a százados néhány jó barátját, üzenve nekik. Uram, ne fárazd magad, mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, amiért magamat se tartottam érdemesnek arra, hogy hozzád menjek, hanem csak szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalom alá vetett ember vagyok, és vitézek vannak alattam, és ha az egyiknek azt mondom, eredjél, elmegy, vagy ha a másiknak jövel, eljön, és ha a szolgámnak szólok, tedd ezt, azt teszi. Ezek a szavak ismét elhangoznak majd, tehát még egyszer, amikor létrejön ez a bizonyos személyes találkozás a százados és Jézus között, ez később, tehát ezt követően megtörténik. De ezek a híres mondatok, amiket talán nagyon sokan ismernek, még olyanok is, akik a Bibliát nem gyakran veszik kézbe, itt hangzott tehát el ezeknek a barátoknak a jóvoltából, akik most már konkrét üzenetet vittek Jézushoz, tehát a százados szóról szóra elmondta, hogy mit mondjanak majd Jézusnak, amikor találkoznak vele. Ezek a mondatok hangoztak el tehát. És ezekből a mondatokból megragadhatjuk, hogy miben állt ennek a századosnak a hite, a hitnek a nagysága, amit nem mindennapi módon értékelt Jézus. Ilyen hitet Izraelben sem találtam. A hívő nép, a választott nép körében sem látott Jézus ilyen fajta hitet. Nézzük meg tehát közelebbről, hogy miben állt ennek a hitnek a nagysága. A százados először is azt mondta, hogy Uram, ne fárazd magad, mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Milyen szembetűnő az ellentét, ahogy a vének vélekedtek a századosról. Emlékszünk rá? Méltó, hogy megtett néki, mert szereti a mi nemzetünket, zsinagógát is épített nékünk. Ezzel szemben hogyan vélekedett a százados önmagáról? Mennyire másfajta gondolkodás ez? Uram, ne fárazd magad, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Noha valóban sok jó dolgot, nagy dolgot tett a zsidó népért,
Ő egyáltalán nem gondolt arra, hogy ezzel ő bármit is kiérdemelt volna, hogy ezért neki járna most a segítségnyújtás, a gyógyítás. Ezekből a szavakból is tükröződik, hogy ő kinek tartotta Jézust. Mindenképpen önmagánál sokkal nagyobb valakinek. Nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Amiért magamat se tartottam érdemesnek arra, hogy hozzád menjek, folytatja, hanem csak szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. Azt mondhatjuk egyrészt tehát, hogy a hitnek a nagysága, a százados hitének a nagysága egyrészt az ő alázatában ragadható meg. Igazi hit soha nem létezik mély alázat nélkül. Aki Istenbe hisz, aki megismeri az Isten lényét, és bizalommal fordul hozzá, fölismeri a saját helyzetét is Istenhez képest, a saját parányi mi voltát, és az alázatra sarkalja őt. Az Istenhez nem lehet úgy menni, hogy magunkról sokat gondolunk, magunkat bármire is érdemesnek tartjuk. Igen, és erre mutatott szép példát a százados. És a folytatásban ezt mondja, hanem csak szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. Milyen érdekes, hogy a százados hogyan jutott el erre a nagy hitre. Mindenképpen azt mondhatjuk, hogy a százados jó megfigyelő volt. Megértette a hétköznapi életből, a munkáján keresztül, hogy bizonyos szavaknak, bizonyos parancsoknak nagy hatása van. Kimondhatjuk azt is, hogy a százados arra jött rá, hogy az emberi világunkban sokszor szavak formálják a valóságot. Kimondunk valamit? Ha valakinek van valamilyen pozíciója, vagy hatalma, kiad egy parancsot, az megtörténik, az valósággá válik. Ő maga is utal erre, hogy ő is hatalom alá vetett ember vagyok, ő is parancsokat teljesít, és ő is kiadhat parancsokat. Vittézek vannak alattam. Egyiknek mondok valamit, menj ide, tedd ezt, ez megtörténik. Először kimondom, pár perc múlva, vagy néhány óra múlva valóságosan is láthatom, a szavak valósággá váltak. És ezt láthatta a hétköznapi életbe, és ezen keresztül ismerte föl a százados azt, hogy ha Jézus az, akinek őt mondják, ha Jézus a világ teremtője, nálánál sokkal nagyobb valaki, a világ egyetem ura, akkor, hogyha ő mond ki valamit, ő ad ki egy parancsot, egy szót megfogalmaz, azonnal valósággá válik. Az anyagi világ is enged Jézus szavának, és egy betegség is meggyógyulhat. Igen, itt láthatjuk, hogy Jézus teremtő szavába vetett hitét fejezte ki ezzel, amikor azt mondta, hogy csak szóval mond, vagy ahogy a másik evangélista, Máté evangélista, csak egy szót szólj, és meggyógyul az én szolgám. Tehát így mondta a százados, hogy egy szót szólsz, az is elég, és meggyógyul az én szolgám. Tehát egyrészt alázat, másrészt az Isten szavába vetett hit, ez volt az ő hitének a két legfontosabb jellemzője, amit láthatunk, amit tanulhatunk ebből a történetből az igazi hittel kapcsolatban. Benne van az egyszerűség is, hisz láthatjuk, hogy a századosnak nem voltak nagy teológiai ismeretei, nem így jutott el a hithez, hanem egyszerű megfigyelésen keresztül, ahogy nyitott szemmel járt a hétköznapi életbe, és ahogy rájött arra, hogy a szavaknak milyen hatása van, ezt alkalmazta Jézus személyére, a pici ismerete alapján, amivel rendelkezett, fölismerve azt, hogy Jézus kicsoda, tudott következtetni arra, hogy Jézus szavai valóban teremtő hatalommal bírnak. És ezt ő elhitte. Döbbenetes, hogy Jézus ilyen hitet nem talált a választott nép körében, hisz ezt kellett mondania, hogy ilyen hitet Izraelben sem találtam. Jézus is elcsodálkozott a százados hitén. Izraelben minden rendelkezésre állt az igaz hithez. Ott voltak a tanítók, ott volt Isten szava, mindenki számára elérhető volt. Azt mondhatjuk, hogy kevés ez,
kevés a valódi hithez. Ma is elmondható, hogy minden rendelkezésre áll a hithez. Az ismeret, a Biblia minden kezében ott lehet. De hogyha nincs meg bennünk ez a fajta alázat, ami a századosban volt, hogy nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, ha nem így gondolkodunk magunkról, és ha nem gondolkozunk egyszerűen, nem járunk nyitott szemmel a világban, megfigyelve az apró összefüggéseket, nem jutunk el igazi hitre. Én azt kívánom, hogy példa legyen számunkra ez a pogány ember, akiről láthatjuk azt, hogy valójában nem is volt pogány, noha római volt, nem volt zsidó, mégis az igazi hitnek az egyik legnagyobb példaképe a Bibliában, egy római százados. Ezzel meg kell döbbennünk. Én azt kívánom, hogy bárcsak bátorítást és tanítást jelentene számunkra, hogy milyen az igazi hit, és mi is eljutnánk ugyanilyen hitre. Köszönöm a figyelmet!